A kosárlabda hagyományai 1944-re nyúlnak vissza Dombováron. 1985-ben először ünnepelhetett a város NB1B-s kosárlabda csapatot, és az 1989-90-es bajnoki idényben bejutott a dombovári együttes az NB1A-ba. Ezt a bravúrt 1996-97-es bajnokságban még egyszer megismételték. Sajnos 2010-ben megszakadt ez a sikersorozat. A kosárlabda suli ekkor vállalta el az amatőr felnőtt csapat versenyeztetését az utánpótlás nevelés mellett. Dombováron a kosárlabda igazi tradíció. 1944 óta létezik kosárlabda szakosztály. Eredetileg a vasútnak az égisze alatt működött. Ez ugye időközben megváltozott. Ebben az időben nagyon sok minden történt kosárlabda területén. Utánpótlás és felnőtt sport területén is nagyon sok eredmény volt. A 80-as, 90-es években gyakorlatilag az volt a legsikeresebb időszak, amikor is a városnak a csapata az NB1-ben játszott. Ugye ez később elsősorban pénzhiány miatt megszűnt. Ugye akkor kellett valaminek történni, és ez volt az egyesületünk, ami igazából nem annyira a felnőtt sportra vagy a profi sportra fókuszál, hanem leginkább az utánpótlás sportot próbálja Dombováron a kosárlabda területén felkarolni. Hát ezt 2005 óta teszi, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy pontosan idén 15 éves az egyesületünk. Ez idő alatt az egyesület létszáma, mármint az egyesületben dolgozó gyerekeknek a létszáma is folyamatosan növekedett, az eredményeink is ezzel párhuzamosan. Jelenleg minden korosztályban indítunk csapatot, sőt az elmúlt 2 évben volt olyan korosztály, ahol nem csak A, hanem B csapatot is tudtunk indítani, mert annyi gyereket tudtunk összeszedni abban a korosztályban. A felnőtt sport területét is felkaroltuk. Ugye az NB1-nek a megszűnésekor a NB2-be csúszott vissza a város, akkor az egyesületben a vezetőség úgy döntött, hogy ezt tovább kell vinni valahogyan, ha másképpen nem, akkor NB2-es szinten. Hát ez meg is történt, azóta is gyakorlatilag az NB2-ben is szereplünk, ahol általában a dobogó környékén vagyunk, sőt, Final Four-ba is jutottunk néhány évvel ezelőtt. Most ez a jelenlegi helyzet egy nagyon jó évadot szakított meg. Lehet, hogy az utánpótlásban valószínűleg talán a legjobb évadot, ami azt jelenti, hogy ott nagyon sok korosztályban, főleg itt a kadett meg a junior korosztályban nagyon komoly eredményeket értünk el így is, és hogyha ugye a szezon lezárult volna, akkor valószínű, hogy az egyik korosztályban dobogósak is lettünk volna. A tömegbázisa az NB1-es időszakra tehető leginkább, mivel ez nagyjából egy 10 éves időszak volt, és ott elég komoly tábort tudhatott magáénak az akkori klub. Ezért hát azóta gyakorlatilag töretlen a városban. Mondhatni, hát az én véleményem szerint a legnépszerűbb sportág jelenleg. Hát ez igyekszünk ugye hozzájárulni az utánpótlással, ez viszont ugye meg kell nyerni a szülőket, és a szülők megnyeréséhez viszont egy picikét az NB1-en keresztül vezet az út. Halmai Balázs az egyesület szakmai vezetője, aki meghatározó játékosa volt irányító poszton a 90-es évek dombovári kosárlabda csapatának. 36 éve a kosárlabda az élete. Fontosabb a célunknak azt tartottuk, hogy felépítsünk egy nagyon komoly utánpótlás bázis Dombováron a kosárlabda színterén. Ezt több év, 8-10 éve folyamatos kialakított rendszer alatt csináljuk. Kezdjük az óvodásoktól, az általános iskola kezdő első-második osztályosaitól, és onnantól kezdve jönnek az U10, U11, U12, U14, U16, U18-as gyerek korosztályunk, és utána az amatőr felnőtt, NB2-es felnőtt kosárlabdánk.
Az Egyesület 2005. novemberében alakult, nagyon sok alapító tagja volt, akik többen már sajnos nincsenek köztünk. Ez az MB1-es A csapatnak a könnyítése céljából jött létre, ami később sajnos nem jó útra terelődött. 2010-ben az MB1 A csoportos kosárlabda Dombováron megszűnt, viszont a Dombovári Kosárlabda Suli az él tovább és folytatta tovább a tevékenységét. Itt vettük át az ifjúsági játékosokat, akiket MB2-es korcsoportba, mondhatjuk így, hogy korcsoportba indítottuk, hogy ne kerüljenek a fiatal játékosok utcára. És innentől kezdtük nagyon komolyan felépíteni a céltudatosan az utánpótlást. A legnagyobb célunk az volt, és ez most sikerült elérni a következő szezonban, hogy tiszta korosztályokat alakítsunk ki. Ez azt jelenti, hogy minden megadott korcsoportunkban a megfelelő létszámú, azonos korú gyerkőc játszik. Régebben ez úgy alakult, hogy volt 3-4 év korkülönbség, és egy korcsoportba játszottak, vagy két korcsoportba ilyen szedett-vedett, összerakott társaságokba. Viszont a 2008-as korosztálytól indul az, hogy ki vannak építve a 15-18 fős keretek, 2008, 2009, 2010, és már a 2011-es születésű csapataink is megvannak. Viszont az évek során olyan eredményeink alakultak, hogy most már Magyarország térképére felírtak minket, szinte minden évben országos döntőket játszunk. Két korcsoportunk is az idén, az U18, illetve az U16-os korcsoportunk a kiemelt bajnokságban vehetett részt, ami azt jelenti, hogy a legjobb 16 csapat között Magyarországon. A U18-os csapatunk B döntőt játszhatott volna, és az U16-os csapatunk viszont a második helyen állt, A döntőt játszhatott volna, mielőtt a vírus bejött. Komoly szakmai munka folyik a szervezetben, az előkészítő csoportokban 5 óvónő és több testnevelő tanár foglalkozik a gyerekekkel heti rendszerességgel. A versenyeztetett korcsoportokban 6 szakképzett edző dolgozik jelenleg, és még idén 3 új edzővel számol az Egyesület, akik csatlakozni fognak a gyerekek felkészítéséhez. A Dombovári Kosársuli kezdő játékosaként 10-11 évesen csatlakozott hozzánk, és most már az edzői pályát végzik, és nagyon reméljük, hogy komolyan is veszik, és sikeresek lesznek benne. Illetve van egy már nagyon lelkes pedagógusunk még, aki egész életében a kosárlabda mellett volt, és úgy döntött, hogy elvégzi az edzőit, és őt is jövőre várjuk sorainkba, ami azt jelenti, hogy nem is 2, hanem 3 új edzőnk lesz. És a legfontosabb, egyik legfontosabb célunk, hogy a magyar kosárlabdának játékosokat is kineveljünk, mert ezért dolgozunk, hogy NB1-be lássunk játékosokat. Szerencsére már vannak játékosaink NB1-es csapatokban, részt vettek Pakson is, most már van, Pécsen is vannak játékosaink, akik dombovári színekbe kezdték, és most már ide jobban viszik fölfele. Szombathelyre is sikerült 20-as játékost kinevelni. Nagyon jó támogatói közösség áll a szervezet mögött. A szülők adják az egyik támogatói bázist, akikkel az edzők nagyon jól együtt tudnak működni, és a város részéről is rengeteg bíztatást kapnak a mérkőzéseken. Ez az egyetlen egy olyan csapatsportág most jelen pillanat Dombováron, ami a legnagyobb tömeget mozgatja meg. Ezt régebben, akik emlékeznek, ezt úgy kellett elképzelni, hogy hétvégén, ha mérkőzés volt, akkor ez ünnep volt, 1500-2000 ember látogatott ki a mérkőzésekre. A mostani MB2-es mérkőzéseinkre 3-400-an látogatnak ki, attól függ természetesen a csapat, hogy szerepel, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 2016-ban megnyertük a nyugati régiót, és a Final Four-t mi rendezhettük meg, 6-700 néző volt kint a háromnapos tornán itt. Arra törekszenek, hogy megtanulják az edzések alatt az alázatot, fegyelmet és tiszteletet a gyerekek, hogy rendezett körülmények között sportoljanak, és egy életen át elkísérje őket a kosárlabda szeretete. Kosárlabda volt, van és lesz Dombováron.